Üdvözlök mindenkit! Tehát én általában járva projektekbe szoktam architektként, illetve vezetőfejlesztőként részt venni, és itt egy a UI-tesztekkel kapcsolatos technikát szeretnék bemutatni. Itt ugyanis ezeket egy ilyen kombinációs problémának nevezett dolog, ami azt jelenti, hogy ha a szoftverünkben vannak elágazások, mert pedig általában vannak, akkor mindegyik ágat külön tesztkézzel kellene tesztelni. És azt jelenti, hogy ilyenkor a bevezető lépéseket meg kellene ismételni, ami ugye redundanciát jelent, illetve tehát ez több programozói munkát, hiba lehetőségeket, stb. Tehát erre vannak különböző kerülő megoldások, ezek azonban mind részlegesek, tehát csak adott részét oldják meg ennek a dolognak. Tehát ez a technika az arra ad lehetőséget, hogy akár egyetlen egy teszt esetben egy teljes elágazási rendszert tesztelni tudjunk, redundancia nélkül. Maga az elnevezés ugye a párhuzamos univerzumokkal kapcsolatos, ezt még az 1800-as évek végén találta ki egy filozófus egyébként, illetve ezt az elnevezést mindenjön ez. Itt gyakorlatilag annyiról van szó, hogy amikor alternatívák lennének, akkor azt beletesszük egy speciális ciklusba, utána bejelöljük ezeket az alternatív lehetőségeket, és a program az azt fogja tenni, hogy először az elsőágon megy végig, utána a következő, azaz ezt a döntési fát teljes mértékben bejárja, a teljes bejárás, hogy végezze a döntési fát. Hát itt többfajta megadási lehetőség van, hogy hogy tudjuk ezeket az elágazásokat leírni. Hát egy ilyen érdekesség, hogy lehet egy ilyen kulcsot kérni, például is ez olyan, mintha ilyen a lehetőségeknek különböző kapuin nyitnánk így sorban, először az első, utána a következő. Hát akkor lehet egy ilyen adatkombinációt is előállítani, illetve van egy ilyen érdekesség, hogy százalékosan valószínűségeket lehet rendelni az egyes elágazásokhoz, és egy másik módban elindítva nem a teljes fa bejárása történik, hanem véletlenszerűen választ egy adott lehetőséget, és így ugye a felhasználónak a tevékenységét tudjuk modellezni. És hogyha ezt több példányban tesszük, akkor valójában stresszerezve van a lehetőségünk. Egy ilyen kis kiegészítéssel így alul azt látjuk, hogy 10.000 klienssel használjuk ezt a programot 10 percen keresztül. Hát ezt mikor használjuk? Hát ugye elkezdjük írni, ezzel nem túl sokat kell gondolkozni, elkezdjük írni a teszteket, hogyha azt látnánk, hogy egy másik tesztben már használt bevezető lépéseket kellene megismételni, akkor kell ezt használni. Ugye ez a kombinációs probléma ezt oldja ezt meg. Ha nem találkozunk ilyen, akkor nem kell. Ez jelenleg egy ilyen métában érhető el. Ez azt jelenti, hogy ha valaki ír nekem egy rövid levelet, akkor tudok egy elérhetőséget, illetve egy rövid leírást erről küldeni. Hát egy pár, jó pár hét múlva majd föl lesz rakva erre a weblapra, ott egy ilyen kis framework van, és majd azzal kapcsolatban jelenik. Hát még egy, mit lehet még ezzel kezdeni? Ez egy ilyen, szintén egy kísérlet. Itt arról van szó, hogy egy szervező XML-ben egy webes alkalmazással szembeni elfogadási követelményeit leírja, így gyakorlatilag megvan azt, hogy hogy vezérelnék ezt a weblapot, illetve a tartalommal kapcsolatos ellenőrzések vannak, és hát ez a program, hát itt is meg tudunk adni elágazásokat, itt ezzel a chance-el van megadva, és kétfajta módon lehet ezt használni, vagy végigfut ezeken a ágakon, vagy pedig szintén véletlenszerűen néhány példánkkal ezt elindítja. Hát itt ezen a képernyő egy kicsit furcsára sikerül, ott de elindítja a sorba ezeket a gózereket, végig kattintatja a megfelelő XML alapján, ellenőrzi a tartalmat, és hogyha így ez a véletlenszerű mód, akkor ezt néhány példányba tudja megtenni. Hát a Selenium-nak a WebDriver-en ezt egy ilyen, ezen a gépen egy ilyen 4-5 példányba tud ezt megtenni. Hát én röviden ennyit szerettem volna csak mondani, és kérdéseket szívesen. Mennyire szempontja, hogy a teszt kód struktúrája az megegyezzen a tesztelendő kód struktúrájával. Úgyhogy a tesztelendő kódban vannak elágazások meg hasonló, akkor a teszt kódban is hasonló elágazásokat és ilyesmiket rakhatnék bele, de ennek egyeznie kell, vagy jó, ha egyezik, rossz, ha egyezik? Hát én inkább megfordítanám, a követelményekben lévő elágazási rendszerrel kell egyeznie.
Tehát ahogy a követelményeket mondjuk, azt, hogy a kód az milyen, azt úgy, hogy ugye ott egy lefedettséggel tudjuk ellenőrizni, hogy hol járt, hol nem járt. Tehát inkább a követelményeket. Hát itt én főleg ezzel a példán látszik, hogy ott van egy sikeres, egy sikertelen bejelentkezés, ez csak 5%-ban csinálja, és itt egy sikeres bejelentkezés esetén pedig ez történik, hogy beírja ezt, hogy használják a követelményeket. Másik kérdés? Ez csak javáhozom, vagy a nézetek? Hát egy bizonyos ilyen nyelvás technikákon alapul, tehát hogy ott lehet tudni azt, hogy hogyha megvan a hivat információ, akkor hogy melyik sorban történt, ilyen forráskód melyik sorában van, ahhoz köti az elágazásokat, de egy ilyen ID alapján bármihez lehet kapcsolni, hát ugye XML-ben van. Itt az XML-ben is a sor az kompozíció alapján van, de ezt lehet ID-zni, hogy mi történt. Ott az az OFOK, az az ID. Vagy Chance of Success Theory. Tehát így ezt máshogy is lehetne implementálni, hogy ezzel nem foglalkoztunk. Két kérdés. Mint hogyan integrálod itt az általánosan használt eszközöket, vagy a JUnit, vagy ilyen labirincs túlokkal? Hát a JUnit teljesen, ez teljesen függetlenül is használható. Tehát ez teljesen nem függetlenül szeretném használni. Egy csak. Van egy csal, maga benne van az osztály és kész. Tehát semmi, semmi különös integrációs igénye nincsen. Tehát azt esetleg én azt megcsináltam, hogy egy G-Unit ráért írtam, és akkor az önmagában is megcsinálja, tehát nem kell külön jelölnöm. Hogyha volt benne ilyen elágazás, választás, akkor azt önmagában is megcsinálja ezt a ciklus. Még kérdés, és több. Ott az a rész, azt lehet külön egy elmetelni is. Ez is rész. Hát én itt leszek, úgyhogy lehet kérdezni.